az erőemeléssel 2018. decemberében találkoztam először, amikor is egy műtét után felkerestem Bencét, hogy hát szeretnék leadni néhány kilót, és én korábban már voltam nála személyi edzésen, és akkor még ilyen kis fitnesses, ugribugris, apró súlyos dolgokat csináltunk, és közölte velem, hogy hát akkor erőemelünk. És azonnal elkezdtem hiperventilálni, hogy én nem akarok vastag derekat. Nem akarom, hogy leszakadjon a méhem. És elkezdtük a közös munkát, először még kint az egresi fitnessben, az erőtér még akkor nem létezett. Már a gondolata az megvolt, hogy majd egyszer talán lesz egy ilyen terem, de egyelőre még csak ott kint voltak az edzések, és egészen gyorsan beleszerettem. Először csak a felhúzásba, ugyanis fekve nyomni és googolni nagyon sokáig nem bírtam. És talán 2019 március-április a körül, így egyszer csak felvetettem Bencének, hogy mi lenne, hogyha elindulnék a felhúzó versenyen, ami Siófokon volt, a Muscle Beach-en. És szerintem ő se hitt el, hogy ezt én komolyan gondolom. Igen, komolyan gondolom, de azt mondta, hogy mi baj lehet belőle. És akkor onnantól kezdve elkezdtünk rá készülni. És egészen 2019 szeptember-októberéig én csak felhúztam szinte. Voltak nyilván ilyen guggolások apró súllyal, ez mondjuk ilyen maximum 50-60 kilóval. Fekvenyomás az csak és kizárólag üres rúddal, mert mindenhol fájt. És utána így itt ragadtam teljesen. Szüleim először nagyon nem örültek neki, nagyon ellenezték az egészet. Lényegében úgy nézett ki ez a dolog, hogy így mondtam nekik ezt az ötletet, és így nem. Ez volt a válasz. Aztán én mondtam, hogy de, hogy ezt mégis szeretném csinálni. Fölkerestem ugye Bencéjéket, és hát azóta is itt vagyok. Azóta se örülnek neki. Barátaim viszont amúgy nagyon támogatnak az egészben. Szóval, hogy ez meg itt tök jó. Én nagyjából másfél éve kezdtem el az egyetem konditermébe lejárni edzeni egy barátommal, aki egyébként ő már így eléggé benne volt ezekben az edzős dolgokban, és ő nagyon szeretett felhúzni, úgyhogy engem is hát erre fele terelgetett. Aztán nagyjából tavaly szeptemberben kezdtem el így az erőemeléssel foglalkozni valamennyire, ugye azt még nem itt kezdtem el, majd pedig azt hiszem decemberben kerültem ide Bencéjékhez, és hát azóta vagyok itt. Igazából én sose voltam így magammal megelégedve, és hát ugye nyilván nagyon sokan úgy kezdjük, hogy fogyni akarunk, és akkor kardió, meg súlyok nem, mert ugye férfias leszek, meg mit tudom én. És igazából amúgy a legjobb barim volt az, aki így ismert úgy, mint hogy ezt felhúzásba szeretné így versenyezni, meg ilyenek. Én meg így kezdtem erősödni, és mondom, hát akkor így elkísérem őt. És hát ez úgy alakult, hogy ő így végül nem találta meg ebben önmagát, én meg igen. És így szerelem volt nyilván, hogy az erőemelés talált meg engem, ha így mondhatjuk, mert igazából így az évek alatt úgy kialakult, hogy elkezdtem fekve nyomni is, meg googolni is. Hát úgy kicsivel több mint egy éve Bencével ugye kezdtünk el együtt dolgozni, és úgy igazából én azóta számítom, hogy erőemelek, mert azóta van ez, hogy így folyamatos a fejlődés, meg hogy tényleg csak ezért élek, úgymond. Rájöttem, hogy én igazából nem ilyen testkompozíciós célok miatt szeretnék edzeni, hanem inkább az erőnövelés miatt. Így keresgéltem a neten, megtaláltam, hogy ez a sport létezik, és így eldöntöttem, hogy jó, én akkor ezt nyomni akarom mindenképpen. És rákerestem, hogy Zuglóban milyen termek léteznek, ahol erőemelni lehet, így találtam meg ugye az erőteret is, és elkezdtem ide járni, ilyen első látásra szerelem volt az egész körülbelül. Igazából a szüleim szerintem a mai napig lehet csak egy újabb hóbortnak gondolják ezt, mert elég sok sporttal voltam már így, viszont amúgy alapvetően elég támogató környezetem van nekem is. Persze nyilván akadnak azért, akik inkább azt tanácsolják, hogy ezt nem kéne, meg hogy azért maradjak nőies, meg stb., de hát szerintem ez ezzel jár, igen, úgyhogy hát mint mindannyian. Olyan világban élünk, hogy ez ugye tévhit, hogy az erősportok, ez inkább így a férfiak
férfiaknak kéne, és hogy a nőknek nem kéne nagy súlyokat emelni, meg így mai napig megkapom, hogy ugye már ennél nagyobb súlyokat nem fogsz emelni, meg hogy jaj, még mindig ezt a... Mert hát amit Fanni is mondott, hogy még mindig azt hiszik, hogy ez csak egy kis hobbi, még most is, de gondolom ti is, meg én is ezt így nagyon hosszú távra gondolom, és nagyon nagy céljaim vannak nekem is, és hogy így akárhányszor, mikor mondják, hogy jaj, ugye már nem lesz nagyobb súly, meg mit tudom én, hát ennél csak nagyobbak lesznek, tehát hogy ez még csak így a kezdet. Mai napig megkapom amúgy így a kéretlen kommenteket ugye kis szociális hálón, hogy hú, milyen férfias vagy, meg hogy már ez nagyon sok, meg ugye már így a 80 kilós súrolom, és hogy ez nem szép, de igazából meg szerintem jól nézünk ki, tehát szerintem ez, akiktől így ezeket a kommenteket kapjuk, és igazából bizonyos szinten szerintem irigyek. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy azoknak az embereknek nem tetszik, és azok az emberek érzik úgy, hogy ezt mindenképpen közölniük kell valahogy veled, akik magukkal nincsenek megelégedve, és úgy érzik, hogy ők attól gyengébbek, hogy te erős vagy. Van valami az életükben, ami miatt sikertelennek érzik magukat, és úgy gondolják, hogy azt azért csak nem mondják neked, hogy te is minél kevésbé érezd emiatt sikeresnek magad, hogy ne legyél magadra büszke. Viszont szerintem ezért is jó az erőemelés, mert ad egy akkora önbizalmat, és igazából ahhoz, hogy te ki tud magadból hozni a maximumot, muszáj leszarnod a másikat. És csak akkor tudod magadból kihozni a maximumot, hogyha nem akadsz le ilyeneknél, hogy te most férfias vagy, te most miért ennyit emelsz, te ne akarjál már többet, elég lesz ez most már, miért ennyi a súlyod, miért vagy büszke arra, hogy 80 kilós vagy. Azért, mert egyébként így érzem jól magam, és így tudok teljesíteni, hogy nem éhezek közben, nem kellek fel reggel 4-kor, hogy elmenjek másfél órát kardiózni, és normális, tehát nem kapok szívinfarktust attól, hogyha esetleg szombatról vasárnapra virradó reggelre fél kilóval több a súlyom, azért, mert mondjuk este bevágtam egy pincelt. Igen, de ez pont azért van, mert ebben a sportban magadnak kell megfelelni. Igen. Igen, abszolút. Rájössz, hogy mire képes a tested, és nem számít az, hogy most 79 vagy 80 kiló vagy éppen. Meg az is fontos szerintem, hogy például, nem tudom, én mondjuk mindig úgy éreztem, mert még mielőtt így erőemeltem, és így nagyobb voltam ugye mindig a baráti társaságom, és hogy így voltunk valahogy, és szinte én éreztem magam kellemetlenül, hogy én nagyobb vagyok, meg hogy többet eszek, meg hogy így erősebb vagyok, még ha mondták is, hogy nem, és ez így tök kellemetlen érzés volt, hogy basszus, hogy bennem van a hiba, hogy mondom, mindenki kis vékony, meg ilyen kis, jaj, és akkor én meg itt tök más céljaim voltak, meg én mindig nagyobb voltam. Azzal próbálnék meggyőzni egy másik nőt arról, hogy erőemeljem, hogy rákérdeznék először is a céljaira, hogy ő mit akar elérni a sport által, és igazából akár testkompozíciós célokról beszélünk, akár arról, hogy ő mondjuk önbizalmat növeljen, szerintem mind a kettőre megfelelő az erőemelés. Igen. És én úgy gondolom, hogy amúgy izmosodni is, ezzel lehet a legkönnyebben egy szálkásabb fizikumért, nyilván a diéta felelős inkább. És hogyha megerősödni akar, akkor ez azért adott. Ez nagyon érdekes, mert én is alapból így jöttem ide, hogy én vékonyabb akarok lenni, hogy én izmosabb akarok lenni, én azt akarom, hogy látszódjanak a kockáim, és szerintem nagyon sok embernél van így, hogy ide jön egy ilyen furcsa testképpel, azzal a testképpel, aminek ő látja magát a tükörben, és van a fejében egy, hogy szeretne kinézni. És szerintem ez egészen gyorsan át tud formálódni, amint megtalálja itt a helyét, és amint rájön, hogy mire képes maga. És onnantól szerintem már a legtöbb embernek az lesz a fontos, hogy igen, erősebb legyen, és nem feltétlenül az a fontos, hogy nem tudom én, most éppen 3 vagy 4 kocka látszódik a hasán, és elkezdi elfogadni magát, és elkezdi megszeretni magát, és megbecsülni magát, mert tudja, hogy ez a test mennyire képes. Én amúgy ezt magamon is észrevettem, hogy én alapvetően azért kezdtem el edzeni, hogy fogyjak, és hogy jobban nézzek ki. Igen. És mikor elkezdtem erőemelni, izmosabb lettem, nyilván nem fogytam, de izomban jött fel rám az a plusz súly, és így tökre megtetszett, ahogy kinézek. Tehát, hogy én ennyire elégedett még sosem voltam a fizikummal, mint így az erőemelés hatására. Számomra nyilván, hogy itt vagyok ebbe a közegbe, és ugye
titeket így ismerlek, és tudom, hogy milyen hozzáállásotok, de egyébként én a saját tapasztalatomból kiindulva szerintem ez a ritkább, hogy egy nőbe ez így átalakuljon, hogy ő inkább erősödni, meg izmosodni szeretne, vagy hogy valakinek tetszik az, hogy izmosodjon, mert nem tudom, az én környezetemben legalábbis inkább akik edzenek, vagy szeretnének elkezdeni edzeni, én nagyon a baráti körömben, illetve az ismerőseim körében nem is ismerek olyan lányt, akinek mondjuk az lenne a célja, hogy erős legyen és izmos, hanem ők ugyanúgy ezeket a kvázi élhetetlen és elérhetetlen célokat hajkurázták az edzéssel, és nyilván nem jönnek az eredmények. Ez a testkép zavar, ami náluk még továbbra is fönnáll, az nem változik, és egyébként én nem értem, hogy miért, mert ugye nekem az volt a célom mindig is, hogy erősödjek, meg igazából én az összes sportban erősnek éreztem magamat, és végre megtaláltam azt a sportot, amiben ez így ki is tud teljesedni, de szerintem azért az a ritkább, hogy ez így át is alakuljon valakibe, és ne inkább ilyen testképi céljai legyenek egy edzéssel. Igen, egyébként pont ezt mondtam, hogy igen, az, legalábbis bennem az erőemelés által alakult át, mert én sem voltam ilyen, és hogyha én is szerintem tovább folytattam volna ezt a reggel felkelek 6-kor és lejövök kardiózni, aztán még 2 órát edzek, akkor valószínűleg egyébként még bennem is ez élne, hogy nem vagyok elég vékony, nem vagyok elég megfelelő a társadalom számára. Én is amúgy pont erre gondoltam, hogy ha esetleg ezek a csajok elkezdenének úgymond erőemelő módszerrel edzeni, akkor lehet, hogy ők is megszeretnék azt, hogy erősödnek. Vagy csak uh-huh. Igen, a közeg is nagyon sokat számít, tehát hogy azért az nálunk is rengeteget dob, hogy elfogadjuk egymásnak a céljait, és lényegében nagyon hasonló céljaink vannak amúgy. Nincs már az, hogy úgy másnak érzed magad, hanem olyan, mintha így hazatértél volna így a saját kis közegedbe, ugyanazzal az érdeklődéssel, ugyanolyan célokkal, és így támogatjuk itt egymást. Szerintem ez tök jó. Nyilván ez a tévhit így benne van néhány laikusban, hogy most, ha valaki elkezd remelni, akkor már nem fog érdekelni, hogy ő most jól nézzen ki, hanem csak zabálni kezd, hogy nagyon súlyokat tudjon mozgatni, és hát jó, nyilván sokat eszünk. Szerintem ez inkább azért van, mert csomóan azt látják, hogy mondjuk 120 kilós férfiak erőemelnek, akik esetleg zsírosabbak mondjuk az átlagnál. De hogy így, mert most így azt hiszik, hogy ez annyira egyszerű, tehát hogy így az van bennük, hogy elkezdesz emelni, meg zabálni, és akkor csak így úgy kezd fel, hogy dagadt vagy és erős, de hogy így ez nem így működik, tehát hogy nyilván függ céloktól is. Most ha tényleg valakinek az a célja, csak hogy nem érdekel, hogy hány kiló vagyok, és akkor csak zabálok, itt tudom én 5-8000 kalóriát, és akkor csak nagy súlyokra megyek, akkor nyilván lehet, hogy ha olyan a genetikád, akkor most meg fogsz hízni, de hogy ez nem ilyen egyszerű szerintem. Alapjáraton, ha valaki csak elkezd így erőemelni, meg normálisan kajálni, akkor inkább csak jól fog kinézni szerintem. Nem lesz az, hogy most te random meghízol. És amikor elkezdtem erőemelni, akkor hát jó, nyilván szép lassan így jött fel a súly, de hogy így nem tartom magam kövérnek. De hogy ez így szerintem hülyeség, hogy az ember kövér lesz. Szerintem egyébként azért vonják ezt így össze, mert nyilván, hogyha elkezdesz edzeni, azzal te kalóriát égetsz el, és igen, sokkal többet fog kívánni a szervezeted. Főleg egy ilyen sportban, ahol egyébként az idegrendszered is azért eléggé meg van terhelve. Nekem például nagyon sokszor az elején problémát jelentett, hogy edzés után ne tépjen fel a hűtőt, és ne zabáljak ki mindent belőle, úgy, hogy holott amúgy éhes nem voltam, viszont az agyam az folyamatosan azt akarta, hogy tudta, hogy most el van fáradva, és zabálni akarok, és mindent meg akarok enni. Szerintem ez is lehet az oka az, hogy azért valakik így elhíznak. Egyébként amúgy tök nehéz már ilyenkor elhízni, mármint úgy gondolom, hogy például amikor elkezdtem, itt tudom én fogytam, jó, nem számoltam igazán, de úgy körülbelül 1600 kalórián fogyhattam. Tehát hogy így olyan volt az anyagcsere, hogy a nulla sport, meg minden, hogy akkor nyilván így az emberre rakódik, de most így ilyen sportmúlttal, meg kajákkal, hát most ilyen 2500 kalóriát helyezek, és még mindig nem nincs az, hogy hízok, hanem hogy így szerintem épp, hogyha te sportolsz, meg edzel, meg erőemelsz, akkor inkább épp, hogy még többet is ehetsz, mert nyilván többet is égetek. A fehérjébe viteled megfelelő, igen, akkor az egy részben izomként is fog rád rakódni. Tehát még annak is ajánlanám így, hogy erőemeljen meg egyen, mert hogy aki például így gondja vannak ilyenekkel, hogy nagyon könnyen hízik,
már szerintem ez tök így átalakul, így az igénye a szervezetnek, meg a testnek. Nekem is ez így az a személyes tapasztalatom. Másik oka ennek a tévhit, vagy hát ennek a tévhitnek a kialakulásának szerintem az, hogy a médiában sem nagyon szerepeltetnek olyan nőket vagy férfiakat, akik szálkásak és erőemelnek. Igen. Hanem inkább így a másik vannak. Véglet. Igen, hogy amúgy vannak bőven, de inkább így a másik véglet Igen. van megjelenítve. Nyilván alapból, hogy csak ezeket a fitnesses lányokat látott, tehát hogy nincs velük gondom, mert hogy oké, mások a céljaink, de hogy szerintem ők se ilyen keveset esznek már, mint hogy jó, nyilván most egy verseny előtt például lehet, hogy kevesebb a kalóriabevitele, de hogy így ilyen nincs, hogy te egész évben alig eszel, nagyon fit vagy, jól érzed magad, imádod magad, és akkor mit tudom, ilyen szálkás testet, tehát hogy ezt mutatják, de hogy ilyen nincs. A lányok ugye felmennek a Instagramra, és akkor ez a lány, ez csak salátát eszik, mert mindig azt posztolja, meg lejár futni mindig, meg kis súlyokkal edz, meg tárogat, és akkor most hú, de jól néz ki, meg kerek a seggel, meg igazából csak jó poszt, photoshop, meg igazából nem attól van, amit kirak az Instára. Igen. Mondjuk nekem, akinek van egy tök nagy hídja, meg széles fogással nyomok, és nagyon kicsi a mozgástartományom, én mondjuk többet bírok nyomásból, mint egy férfi, akinek van egy ekkora mozgástartománya, és hogy ilyen szempontból nyilván más a programozás nálam, és vannak még ilyen egyéni különbségek, de ez nem is igazán azért van, mert valaki férfi vagy Igen. nő, hanem más tényezők is benne vannak. Talán az lehetne így ilyen, úgymond, különbség szerintem a férfi meg nő köztük, hát anatómiailag, hogy talán nekünk így a fekvanyomás egy bizonyos szinten talán hátrány, de nem mondanám hátrány. Én amúgy nem érzem így. Nagyon sokszor én úgy érzem, hogy a nőknél fejben nincs meg az, hogy talán, mintha egy picikét jobban félnénk a fekvenyomástól, mint a férfiak, mi nem úgy állunk oda hozzá, hogy na most akkor én 12-vel többet nyomok, és csinálom, és akkor mindenkinél többet fogok benne csinálni, hanem valamilyen szinten azért szerintem mi tudatalatt egy picit félünk, jobban félünk tőle, és jobban tartunk attól, hogy rajtunk marad egy súly. Talán szerintem a nők egy picikét gyorsabban regenerálódnak, és talán mi egy picikét több terhelést is elbírunk. Fizikumhoz hátszámított, talán mi viszonylag nagyobb súlyokkal dolgozunk így magunkhoz számítva, amúgy arányaiban, mint egy férfi például. De hogy így, hogy nyilván ezek számba kisebbek, de hogy így arányaiban talán valamivel nagyobb számokkal dolgozunk. Viszont az alapgyakorlatok azok férfiaknál is, nőknél is teljesen ugyanazok, úgyhogy... Még erre a mentális részére visszatérve, amit ugye te említettél, hogy így fekvenyomásnál van ez a szorongás, hogy én mondjuk ezt abszolút nem tapasztalom, és nálam ez a guggolásnál Igen, nálam inkább sem. Van. Nem, hogy egyébként én sem tapasztalom magamnál. Talán az elején volt olyan, hogy azért féltem tőle, és úristen, most mi lesz, hogyha ez rajtam marad, mi lesz, leveszik. Csak eddig amúgy idő szerintem eljutni, hogy nem azt nézek benne, hogy ezt amúgy a férfiak csinálják, mert egyébként nem. Hát meg nem egy kudarc élményként megélni azt, hogyha mondjuk nehéz sorozatot nyomsz, és akkor esetleg nem sikerül, hanem inkább azt megélni, hogy igen, te erőlködtél, te mindent beleraktál, és oké, esetleg nem az lett a vége, amit akartál. Számomra a nőiesség az mindig egy kicsit így, nem tudom, ez egy ilyen rendhagyó dolog nálam, mert engem alapvetően mindig is a fiús dolgok vonzottak. Például fociztam 4 évig, mert azt gondoltam, hogy ez menő, ha olyan dolgokat csinálok, mint amit a fiúk is csinálnak. Igazából így én egyébként alapvetően nőiesnek gondolom magamat, és ebben segített sokat az erőemelés is, mert hogy azt, ahogy kinézek, azzal most elégedett vagyok, és ezt ezzel a típusú edzéssel értem el igazából. Én amúgy az önbizalmat kiemelném ilyen területen, hogy egy nőnek szerintem így a nőiességéhez akárhogyan is éli meg ő azt így magában, az önbizalom ez nagyon sokat Igen. számít, és így az erőedzéssel ezt nagyon szépen tudjuk szerintem építeni. Szerintem nőnek lenni egyébként nagyon sokrétű dolog, ugyanis az élet rengeteg területén vannak velünk szemben felállítva bizonyos elvárások. Tehát az, hogy egy nőnek otthon a háztartást kell vezetnie, főzni, mosni, takarítania kell, ha
ha gyereket nevel, akkor nagyon sokszor az anyán és a nőn csattan az, hogyha a gyerek rosszul teljesít az iskolában, ha esetleg a gyerekkel gond van az iskolában, akkor az anya az, aki ott van. Ha a gyerek beteg otthon, akkor az anyának kell otthon lennie. És emellett a munkahelyen is helyt kell állni. És hát ugye a párkapcsolatban is azért elég sok elvárás van a nők felé. Például az, hogy 8 óra munka után főzés, mosás, takarítás és gyereknevelés után még azért nő is legyen valaki. És még jól is nézzen ki, tehát legyen ideje még elmenni edzeni is. Viszont muszáj hozzá az önbizalom, hogy te elhitt, hogy te képes vagy egyébként ennyi minden dolgot összefogni, és szerintem nagyon fontos, hogy képes legyél ennyire sokrétűen működni, és ez az önbizalom elengedhetetlen, amit szerintem a sport és a sportolás elképesztő módon tud növelni, és akkora önbizalmat tud adni, mert tudod, hogy te képes vagy megcsinálni dolgokat, főleg az erőemelésben, ahol ha felraksz a rúdra 100 kilót, akkor a 100 kiló lesz, és az holnap is 100 kiló lesz, tegnap is 100 kiló volt, és nem az van, hogy ja, az ő szemében az csak 80 kiló, a másik szemében meg amúgy 150, mert hogy ő jobban kedvel téged, hanem nem, az neked ad egy olyan mércét, hogy igen, te arra képes vagy, és ez szerintem az élet többi részére is eléggé ki tud terjedni, és sokkal jobban bízol magadban, hogy képes vagy megcsinálni a nehezebb dolgokat is. Például mai napig megkapom, hogy mert hogy nőként ugye ez, hogy lehetetlen, hogy ekkora súlyokat mozgatsz, meg hogy jó, lehet, hogy te erős vagy, de hogy ezt így nem kéne, hogy fejlődj így, de hogy dehogy nem. És hogy mai napig azt kapom otthon, hogy mikor lesz már, mit tudom én, kapcsolat, meg gyerekek, meg egy nőies felnőtt élet, egyszerűen így nem tud már ez így megérinteni, úgymond már tudom, mik a céljaim, és ha én még az elkövetkező 10 évben is ebben a környezetben akarok mozogni, és hogy én ebbe akarok még célokat elérni, meg hosszú távon így ebben gondolkodom, akkor így ezt így el tudom különíteni, hogy ezt így mások nem nézik jó szemmel, és így nem tud érdekelni. Most így belegondolok, így a baráti köröm, vagy hogy így a hozzátartozóim, akikkel így a mindennapjaimat töltöm, akikkel beszélek, tehát az csak így ilyen környezetből van, és ez így teljes nyugalommal tölt el, hogy így kizártam minden ilyen negatív embert az életemből, akinek ez nem tetszett, és aki mást akart tőlem, mert úgy nem tud érdekelni, mert én így érzem magam jól, én így akarok élni, és igazából engem már teljesen nem érdekel, hogy hogyan fogadnának el jobban, vagy hogy mit néznének jobb szemmel, mert tudom, hogy van egy ilyen közeg is, ahol ezt megteltem. És ahol ugyanilyen emberek vannak, és akik támogatnak, és ahol otthon lehetek. Én most fontosnak tartom azt, hogy azért egy olyan közegben is meg tudjuk élni a nőiességünket, meg így kifejezni, akik nem erőemelnek esetleg. És mondjuk nekem van csomó olyan barátom, akik hát mondjuk, hogy nem értik ezt meg, és hogy kapok megjegyzéseket így mondjuk a fizikumomra, erőmre, de hogy én így tök fontosnak tartom, hogy egy idő után ők ezt így elfogadják, hogy így is lehet valaki nőies, hogy ez önbizalmat ad, hogy nem leszek ettől kevesebb, és hogy nem teljesen kizárni ezeket az embereket az életemből, hanem inkább így meghallgatni a véleményüket, mert azért mégiscsak ezek az emberek fontossá váltak számomra valamiért, és inkább őket is egy olyan irányba terelni, hogy kicsit toleránsabbak lennének. Nem feltétlenül így ezzel kapcsolatban, hanem úgy összességében. Egyébként szerintem pont ezen van a hangsúly, hogy toleránsak legyenek az emberek. Ugyanis te attól, hogy valamit másképp csinálsz, mint az elvárás, mint ami a társadalomban egyébként megszokott, attól te maradsz. Tehát nem leszel attól, nem tudom én, nem lesz kevesebb az intelligencia szinted, nem leszel kevesebb vagy több ember. Te ugyanaz az ember maradsz, csak más dolgok érdekelnek, mint azt az illetőt, aki esetleg azt mondja rólad, hogy na, ezt légy színe, vagy máshogy kellene csinálni. És én nem gondolom, hogy annak kellene meghatároznia valakit, hogy milyen ember, hogy milyen sportot szeret, vagy mi érdekli a világban, vagy mi a világ nézete. Ha egyébként kedvel, akkor kedveljen úgy is, hogy
Igen, tehát ne egy érdeklődési kör határozza meg a barátságot, meg az emberi kapcsolatot. Abszolút. Mert hogy azért mi is elfogadjuk azt, hogyha valaki, tehát nem tudom, mondjuk nem érdekli egyáltalán a kaja, a sport, és hogy igazából ez az ő dolga, nem az enyém. És azért ezt cserébe is elvárom, hogy nekem ez prioritás, én ezzel foglalkozok, akkor neki ez legyen oké. Igazából ezt amúgy én is így gondolom, csak nem tudom, szerintem azért főleg itthon, mondjuk nem akarok én nagyon pessimista lenni, meg ilyesmi, de azért meg én is megválogatom a barátaimat, mert nyilván olyan baráti kört és az ismerőseim is olyanok, akik hasonló mentalitással rendelkeznek, mint én, viszont nekem azért az a tapasztalatom, hogy azért az a jellemzőbb, hogy mégiscsak ítélkeznek, vagy ítélkezünk igazából mindenki a másikról, és ilyenek alapján is, mint hogy mi az érdeklődési köröd, vagy mit sportolsz, és meg tudnak billogozni, és az, hogy egyébként meg tényleg azért elég nagyok azok a társadalmi elvárások, amik ránk, mint nőkre rávetülnek. Úgyhogy én például ezt az egész erőemelős dolgot úgy is élem meg, mint hogy ezzel is kvázi, hát nem azt mondom, hogy lázadok ez ellen, de mint mondtam, engem érdekelnek egyébként, vagy hát, hogy mindig is érdekeltek ezek a fiús dolgok, és egyébként emögött az is benne van, hogy azért én is tapasztaltam olyanokat, hogy valaki vagy valakik mondjuk nem ismertek el engem azért, vagy nem néztek föl rám annyira azért, mert én nő vagyok és nem férfi. És itt meg azt érzem, hogy ezzel így kvázi visszavághatok. Vagy hát jó, ez most amúgy lehet kicsit így gyerekesen hangzik, de szerintem itt annyira nem számít az, hogy te nő vagy, vagy igen, tehát hogy itt az, hogy te milyen nemű vagy, az egyáltalán nem számít itt. Ebben a környezetben, nem, hogy itt az erőtérben mondjuk igen. Nem, de szerintem van csomó más vagy hát egyesület, ahol meg nagyon igen. Is számít, és nem úgy kezelik a csajokat, ahogy nálunk. Igen, viszont amúgy ez nagyon jolóként fog hangzani, már bocsánat, de hogy tényleg egyszer élünk, miért érdekelne az, és miért venné el a fókuszt arról a dologról, amit én szeretek csinálni, amit én akarok csinálni, az, hogy más mit gondol róla. Alapból persze én is szeretnék majd családot, szeretnék dolgokat elérni az életben, de ezt nem azért akarom elérni, hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljek, hanem azért, mert én szeretném. És én szerintem teljesen elfogadott, vagy számomra teljesen elfogadott az, hogyha mondjuk valaki nem akar gyereket, valaki nem akar megházasodni, tehát számomra teljesen mindegy, mert az én életemre ez nincsen hatással. Ahogy az sincs hatással, nyilván meghallgatom az illetőt, van amikor, hogyha kicsit gyengébb lelki állapotban vagyok, akkor el is gondolkozok rajta, hogy vajon igaza lehet, de hogy egyébként nem hagyom, hogy befolyásoljon, ugyanis ha hagynám, akkor úgy jönnék le minden edzésre, mert hogy Pistike azt mondta, hogy, és akkor biztos igaza van Pistikének, és egyből nem tudok úgy teljesíteni, mert teljesen máshol van a fókusz. És szerintem ez nagyon fontos, hogy így, ha nem is teljesen, de valamilyen szinten úgy ki tudjuk zárni a külvilágot, hogy éppen mit gondolnak, és miért gondolják azt, hogy. Hát inkább így meghallgatni ezt a véleményt, meg elfogadni, hogy ők ezt gondolják, de mégis megőrizni a saját véleményünket emellett. Hát én, amikor ugye egy éve elkezdtem Bencével dolgozni, és még nem itt laktam, hanem online dolgoztunk együtt. Igazából az elmúlt x évben azt éreztem a legnagyobb hátránynak így a fejlődésem kapcsán, hogy egy olyan környezetben edzettem, ahol ez ilyen nem elfogadott, tehát ott nem voltak erőemelők, ott inkább ezek a hobbi edzők, egyszerűen nem értették az én gondolkodásmenetemet, és ez egy nagyon nagy hátrány volt számomra, hogy nem volt meg ez a támogató közeg, amit az erőtérben megvan. Azért is döntöttem így, hogy minél hamarabb ide akarok költözni, és itt akarok edzeni, élni, mert biztos voltam benne, hogy ez egy hatalmas löketet ad, és igazam lett, mert tehát, hogy így 3 hónap után én ugye úgy érzem, mintha így mindig is itt edzettem volna, nem tudom, tehát így otthon érzem magam igazából, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt is, hogy Bencivel együtt dolgozunk, hogy ő látja a dolgokat, hogy nagyon fontosnak tartja így magán, azon kívül, hogy kinek mi válik be így az edzés terén, tehát ő szerintem így a mentális és a magánéleti dolgainkat is figyelembe veszi, hogy például tudja, hogy most kinek esetleg gondok vannak otthon, vagy hogy kinek kell esetleg több ilyen lelkizés, vagy hogy kinek, hogy kell úgymond barátilag is hozzájösszönni, nem csak mind munkakapcsolat így az edzősködés, hanem hogy így mind barátilag is segít,
kapcsán például engem, legalábbis én így élem meg, hogy így, hogy számíthatok rá igazából minden téren, meg úgy éreznem, hogy igazából itt bárkire. Tehát, hogy nagyon, hát így a támogatást mondanám, meg hogy ugyanazok a céljaink, és hogy ezt így lögdössük egymást előre. Most legyen az egy nehéz húzás itt a terembe, vagy egy OB például. Én is ezt a csapatszellemet emelném ki az erőtérben, amit ugye te is mondtál, hogy az OB-n így nagyon megjelent, akár a férfi, akár a női OB-ról legyen szó, meg még tavaly a húzó versenyen is szerintem. És amúgy, amikor én elkezdtem ugye erőemelni, már rögtön ide kezdtem el járni, és így ezzel azonosítottam az egész erőemelést. És utána egyszerűen csak ilyen meglepetésként ért, amikor más csapatok mondjuk esetleg nem így viszonyultak egymáshoz, nem láttam ezt a fajta támogatást, és így még jobban elkezdtem értékelni azt, hogy a mi csapatunk ilyen. Hogy akármilyen célokkal legyen itt valaki, akár csak itt lejárogat, edzeget, akár versenyzői célok, mindenképpen megtalálja azt a közeget, aki támogatja. Egy nagyon befogadó társaságról van szó, abszolút. Azért szeretek az erőtérben járni, pontosan azért, amit ti is elmondtatok, mert itt tényleg úgy érzem, hogy fontos vagyok, hogy támogatva vagyok, egy olyan közegben vagyok, akik ténylegesen támogatják egymást, és nem csak azért, mert az van mondva, hogy ha valakinek nehéz húzása van, akkor oda kell állni, mert hogy az a szokás, hogy odaállunk, és akkor azt mondjuk, hogy végig. Tehát nem ezért, hanem tényleg örülünk másnak a sikerének, más sikerének, és tényleg azt akarjuk, hogy csapatként is egy olyan csapat legyünk, akik tényleg összetartanak, és tényleg egy irányba mennek. Nem pedig egy olyan csapat, akik, nem tudom én, lejönnek, és akkor igazából egy teremben edzenek, de hogy egyébként úgy mégsem, mert kinézzük a másikat, mert hogy az milyen, és hogy milyen vicces, hanem nem. Igen, meg nem vagyunk irigyek a másikra. Tényleg számomra az a fontos, hogy igen, csapatként tudjunk együttműködni. És tényleg az aki ide belép, az ténylegesen otthon érezze magát. És szerintem Bencék is ez az ilyen cél ezzel az egész erőtér létezésével, hogy tényleg egy olyan közeget biztosítani az embereknek, ahol nem csak fejlődni tudnak, de tényleg olyan körülmények között tudnak fejlődni, hogy valahol egy picikét a lelkük is fejlődjön, a gondolkodás módjuk. Hát meg, hogy nincs benned megfelelési kényszer a mások igen, felé, és igen, itt teljesen. Elvárás itt, mert azért szerintem ez jellemző csapatokra, hogy ezért kimondatlanul is ott vannak az elvárások, itt viszont tényleg mindenkit úgy értékelnek, ahogy ő van. És egyébként én ezt tényleg csak megerősíteni tudom, mert emlékszem, hogy amikor idejöttem novemberben, először ugye egy maxolásra, amikor még ugye amúgy nem voltam erőteres, és utána csak így itt ragadtam, és igazából így ugye megfogott nagyon is az, amit Bence is képvisel, illetve ugye mindenki itt a teremben. Pedig én alapvetően nem vagyok egyébként annyira ez a nagyon könnyen beilleszkedős ember, viszont itt soha nem volt ezzel problémám, és tényleg minden edzésre úgy jövök le, hogy ez nem egy kényszer, hanem nem, tehát hogy nekem ez már a normális, hogy itt vagyok, és itt olyan emberek között lehetek, akik megértenek és támogatnak, és hát jó érzés itt lenni igazából. Elfogadjuk a másikat, tényleg olyannak, amilyen, hogyha picit hisztisebb, akkor nyilván viccesen közelítjük meg a dolgokat, viccet csinálunk egymásból, de nem úgy csinálunk viccet egymásból, hogy a másik rossz ízzel menjen haza, hogy na itt engem bántanak, hanem tényleg egy idő után ezek miatt elkezd ő is lazulni, és ő is így hozzásimul a tömeghez, és szerintem ez az egész ad az erőtérnek egy olyan atmoszférát, ahova bármikor bejössz, 5 perc után úgy érzed magad, mintha, ahogy te is mondtad, Enikő, hogy mintha egész életemben itt edzettem volna, úgy viselkednek velem. És hogy végre nem egy olyan atmoszférát tapasztalok, ahol mindenki csak rivalizál egymással, és csak így
rosszat akar a másiknak, és ő meg attól szeretné jobbnak érezni magát, hanem őszintén örülünk a másik sikereinek.